Sziasztok! A mai napon a Fesztáv két kiegészítőjéről az európai, illetve az óceániai madarakról lesz szó. Lássuk elsőnek az európai madarakat. Ez a kiegészítő a szabályokon gyakorlatilag semmit nem fog módosítani. Kivétel a kék, azaz a forduló végig célokat behozó madárkártyákat. Értem szerint ezek a madárképességek a forduló végén lesznek kiértékelve, viszont arra figyelni kell, hogy még a fordulóvégi célok kiértékelése előtt kell végrehajtani a kék madár képességeket. Minden más a kiegészítő dobozában található játékkel, amíg az endiból csak mennyiségileg bővíti a játékot, szabály tekintetében nem változtat rajta. Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy a kiegészítővel jövő 5 új fordulóvégi céllapka nem különösebben működik jól a fordulóvégi cél táblának a kék oldalával, tehát érdemes az előkészítek során a zöld oldalt használni de mielőtt még tovább mennénk, térjünk vissza egy kicsit a kék madár képességű kártyákra. Amikor ezeket szeretnéd aktiválni, akkor néhány apró szabályt be kell tartanod. Először is játékos sorrendben kell aktiválni őket a kezdőjátékossal kezdve. Ha játékosnak több forduló végeképességű madara is van, akkor ő dönti el, hogy milyen sorrendben aktiválja őket. Valamint fontos ezben tartani, hogy a kék, vagyis a forduló végig képességű madarak nem aktiválják a rózsaszín, vagyis egyszer a körök között képességgel rendelkező madarakat. Ezt követően térjünk is át az óceániai madarak kiegészítőjére. Az előkészítők során keverjétek össze a használni kívánt madárpaklikat. Igen, ez azt jelenti, hogy például játszhatok úgy is, hogy nem használjátok az alapjáték kártyáit, hanem csak a két kiegészítő madárkártyáit. Ezután keverjétek össze a bónusz kártyákat és a forduló végi célokat a többi ilyen típusú játékelemmel. Ezután az alábbi eltérésekkel készítsétek elő a festávot a szokásos módon. Először is cseréljétek le az alapjáték kockáit az öt új kockára, majd cseréljétek le az alapjáték játékos tábláit az új játékos táblákra. Az új játékos táblák az óceániai kiegészítő többi eleme nélkül is használhatóak, ha jobban tetszik nektek, mint az eredeti. Ezután tegyétek a nektárjelzőket is az eledelkészlethez. Minden játékos válasszon összesen 5 kezdőkártyát, illetve eledelt a neki osztott öt kártyából és az öt alapeledelből majd ezt követően minden játékos kap egy nektárt. Vagyis az eledelek eldobásakor a nektárt azt nem lehet eldobni, ugyanis az akkor még nincs a birtokotokban. A játékmenet megegyezik az alapjátéknak a játékmenetével. Egyetlen egy különbséggel, amikor befejeztétek a fordulót, akkor bejön egy plusz egy lépés. Abban az esetben, ha az európai madarak kiegészítőt is használjátok, akkor a forduló vége madár képességek használata után minden a készletetekben megmaradt nektárt el kell dobnotok valamint a játékbe is lesz egy plusz lépés, ami nem más, mint az új madár képességek és a játék végi képességeknek az aktiválása. Ha eledelt fizetsz egy madár vagy használod egy bármilyen eledel madár képességet, vagy egy akcionál az akció bónuszt használod, akkor a nektár Joker eledel. Néhány madárnak nektár az eledel költsége. Az alapszabály szerint madár kiátszásakor egy eledel jelzőt helyettesíthetsz két bármilyen eledel jelzővel. Ez érvényes a nektára is. Az ilyen bármilyen eledel, azaz Joker jelbe a nektár is mindig beletartozik. Ha a madárképesség adott típusú eledelre hivatkozik, akkor a nektár nem számít Jokernek. Ha például egy madárképesség rákcsálót keres a madár retetőben, akkor a nektár nem számít annak. Forduló végén a saját készletben maradt minden nektárt el kell dobni. Nem raktározhatok el nektárt a következő fordulókra. Forduló végén eldobott nektár a készletbe kerül vissza, és nem az elköltött nektár mezőre. Ez a szabály csak a saját készletben található, el nem költött nektárra vonatkozik. A madarakon elraktározott vagy az elköltött nektármeződön található nektárokat nem szabad eldobni. Akkor teheted a nektárt adott élőhely elköltött nektármezőjére. Ha a nektárt egy madár eldel költségének részeként költöd el, vagy ha a nektárt a játékos tábládra nyomtatott akcióbónuszok egyikének kifizetésére használod el, mint például a madár etető vagy a kártya kínált újra töltése, vagy pedig több tojás, illetve kártya megszerzése ugyanabba a sorba kell tenned a nektárt, ahol elköltötted. Ha madárki kor, akkor abba a sorba, ahova a madár lekerült. Egyébként pedig abba a sorba, amit aktiváltál az adott körben. Fontos, hogy az itt jelzett képességet nem aktiválhatjátok, hogy két nektárt költsetek el egy eledelért. Ugyanis a nektár maga a Joker. Ellenben viszont fordítva használhatjátok, tehát hogyha egy madár játszásához nektára van szükség, akkor eldobhatok két bármilyen tetszőleges eledeltípust annak érdekében, hogy nektárhoz jussatok. A játék végén számoljátok meg, hogy mennyi nektárt költöttetek az egyes élőhelyeken. A jutalompontokat a játékos tábla is mutatja minden élőhelyen. A legtöbb nektárt elköltő játékos 5 pontot kap, és a második legtöbbnek nektárt elköltő játékos 2-t. Ahogy a forduló végig céloknál, itt is legalább egy nektárjelzőnek kell lenni az adott élőhelyen a játékosnak, hogy megkapja az érte járó pontokat. Ha kettő vagy több játékos holtversenyben áll, akkor osszátok el egyenlően a pontokat lefelé kerekítve. Az új játékos tábla második és negyedik oszlopában az erdő és a láb sorában az új bónusz lehetőségek találhatóak. Ennél a lehetőségnél, ha eldobsz egy tetszőleges eledelt, akkor újra töltheted a madáretetőt. Ennél a lehetőségnél pedig, ha eldobsz egy tetszőleges eledelt, akkor újra töltheted a madárkínálatot. Minden mezőn az akciókat abban a sorrendben hajtsátok végre, ahogy oda van nyomtatva. Néhány madárnak sárka képessége van, amit egyszer lehet aktiválni a játék végén, Ezeket a képességeket a negyedik forduló végén, a forduló végi célok értékelése után kell aktiválni, mielőtt eltávolítanátok az akciókockákat. Ha ennél több madaradnak van játékvégi képessége, akkor tetszőleges sorrendben aktiválhatod őket. A forduló végi madár képesség nem aktiválja az egyszer a körök között vagyis a rózsaszín képességeket. A pakli néhány madaránál, a festávnál egy ilyen csillag látható. Ezek röpképtelen madarak és néhányuknak csak-csak kevényes szárnya van. Bármilyen olyan madár képesség, vagy bónuszkártya esetén, ami festáv feltételeket tartalmaz, ezek a madarak Jokernek számítanak. Például a röpképtelen madarak mindig teljesítik a ragadozó képességek festáv feltételeit. A festávnak az alapjátékát mi szerettük, annak ellenére, hogy eléggé komoly hibákkal küzdött. Ezt szóval is lehet tudni, ugyanis a két kiegésztő az igazán nem csak, hogy kiegészíti az alapjátékot, hanem egész konkrétan lecseréli. Egyrészt ugye lecserélte az Zelda kockákat, behozva a hatodik, azaz a Joker nyersanyagot a nektárt. Ezzel eléggé jelentősen lecsökkentve az eledel kockák dobásából adódó szerencse faktor, tehát nem különösebben lesz olyan felállás, hogy dobsz az eledel kockákkal, és nem jön ki olyan nyersanyag, amivel tudnál bármit is kezdeni, mert szinte minden dobásnál lesz nektár. A második pedig a játékos táblák, ugyanis hogyha egymás mellé tesszük a régi, illetve a kiegészítőnek a játékos tábláját, lehet látni, hogy a kiegészítő játékos táblájánál sokkal hamarabb el lehet jutni az akcióknak egy olyan fejlettségére, amikor már sokkal több nyersanyaghoz jutsz, akár eledelkocka, akár kártyáról legyen szó. Sőt, azzal, hogy eledel beadásával gyakorlatilag a kockákat újra lehet dobni, illetve a madárkínálatot is újra lehet tölteni, ezzel az ezekből adódó szerencsefaktort is csökkentették. És az, hogy sokkal hamarabb el lehet jutni arra a szintre, hogy több -el kockát, több kártyát tudsz szerezni, ez egy gyakorlatilag az egész játék mellett könnyedebbé válik, és kevésbé érzi azt az ember, hogy ki van szolgáltatva vannak, hogy éppen milyen eldáldob, vagy hogy éppen milyen kártyát húz fel, ugyanis sokkal gyorsabban lehet az ember kezében rotálni a lapokat is. A harmadik tényező pedig, ami talán a leges legjelentősebb, hogy egészen konkrétan a madárkártyák is lettek cserélve. Ugyanis a két kiegészítőivel kapunk annyi lapot, mint amennyi magában az alapjátékban van, ami a mi esetükben például azt eredményez, hogy az alapjáték kártyáit úgy, ahogy van, már nem is használjuk. Ennek két oka van, az egyik az, hogy sokkal kisebb a szerencsefaktor a kiegészítőnek a lapjaiban. Ezzel kiküszöbölve az a probléma, ami az alapjátéknál volt, hogy az engine building és a mechanizmus építés az csak elméletben létezett. Ugyanis rengeteg barna képességű madárnál egyszerűen olyan feltételek voltak megszabva arra, hogy teljesüljön egy-egy képesség. Például 20 fej lapot a bakli tetejéről, és 40 cm-nél kisebb a fesztáva, akkor csúsztathatod be a madár alá, és akkor kaphatsz csak pontot és tele volt ilyen lapokkal az alapjáték, ami gyakorlatilag egy lutri volt, hogy most vagy lesz belőle pontod nyersanyagos, stb. vagy pedig nem. Na most ez a kiegészítő lapjainál rengeteg helyen ki van javítva. Így is lesz egy-kettő olyan lap, aminél ez megmarad, viszont legalább kompenzálva van olyan téren, hogy vagy nagyon olcsó lerakni őt, vagy pedig sok pontot ad. A másik, ami miatt nem használjuk az alapjátéknak a kártyáit, hogy a kék, tehát a forduló végé, illetve a sárga játékvégi lapok, azok nagyon ritkán jönnének elő, hogyha használnánk az alapjáték kártyáit, ugyanis olyan szinten fölhigítja a paklit. Azal viszont, hogy azokat kiszedtük, sokkal gyakrabban jönnek elő ilyen lapok, és így sokkal jobban lehet kombózni a többi lappal együtt. Fordul és a játékvégi madarakkal egy nagyon izgalmas végjátékot is lehet adni a festávnak, főleg úgy, hogyha a forduló és a játékvégi madár képességeket sikerül összekombóznod. Viszont ha benne hagynánk az alapjáték madárkártyait, akkor nagyon ritkán tudnának ilyen esetőségek előjönni mivel annyira fölhigítja a paklit. Emiatt a három tényező miatt, tehát az új eldelkocka, az új játékos tábla és a gyakorlatilag teljesen új madárkártya pakli miatt mondom azt, hogy az alapjátékot teljesen szükségtelenné teszi a kiegészítők. Nyilván a kiegészítőkben nem lesz benne minden játékelem, ami az alapjátékban benne van, tehát például a forduló végi táblát azt valonnal le kell tölteni, és aztán kinyomtatni, de aztán semmibe nem kerül. Kezdő játékos jelölőt, a játékosoknak az akció jelölőt, valamint a nyersanyagot pedig a minik.hu-ról is be lehet szerezni. Ráadásul sokkal jobb mint mint azokkal játszani, mint ezekkel a kartonelemekkel, amik a játékban vannak. Ami viszont áldozat, hogy be kell azt kalkulálni, hogyha nem akarod az alapjátékot megvenni hozzá, hogy kevesebb lesz az egyéni küldetéskártyád, illetve keresőbb lesz a forduló céllapka is. Viszont itt is bejön az, hogy az alapjátéknak a fordulóvégi céljai az gyakorlatilag csak annyit jelentett, hogy melyik élőhelyen mennyi madárkártyád, illetve tojásod van. Most picit leegyszerűsítve. A kiegészítőnek a fordulóvégi célja viszont sokkal izgalmasabbak. Kicsit összegezve így a véleményt, ha fesztáv rajongó vagy, akkor mindenképpen érdemes a kiegésztőt beszerezni. Elsősorban az óceáni madarak kiegésztőt, ugyanis a legfőbb változások abban vannak benne, az európai madarak inkább csak mennyiségi kiegészítést tesznek, viszont mindenképp érdemes kipróbálni az alapjátékot is, külön a kiegészítőket is, ugyanis akkor látni fogod, hogy mi a különbség a kettő között, és látni fogod azt, hogy tényleg érdemese megvenni az alapjátékot, vagy pedig helyette nem lenne jobb esetleg befektetni egy másik játékba. Röviden, ezek lettek volna a kiegészítőkről a tapasztalataink. Remélem, hogy tudtunk valamit segíteni ezzel. Tudom, hogy kicsit markáns véleménynek hangzik, de azt tudjuk mondani, amit mi tapasztaltunk. Ha van bármiféle észrevételtek, véleményetek esetleg az itt előbb elhangzottakról, vagy pedig magáról a játékról, akkor kérlek osszátok meg lent a kommentek között, illetve köszönjük, hogy velünk voltatok, és találkozunk a legközelebbi videónál, addig is pedig jó játékot kívánunk nektek!